Elkészült és ünnepélyesen át is adták az újonnan felépült csónakházat a dunaföldvári Dunaparton. A mintegy 22 millió forintból újjáépült vízisporttelep még 2018. januárjában vált pár óra alatt a lángok martalékává. Akkor az egész épület és minden sporteszköz oda lett. Azóta az összefogásnak és a támogatásoknak köszönhetően az épületet teljesen újjáépítették. A segítők listája végtelen, ezt tábla is jelzi. Az önkormányzati törzsvagyonban ez biztosítva volt úgy, hogy a kialakult károknak egy részét a biztosító, majdnem azt lehet mondani, az építésnek a fele költségét a biztosító biztosítási összekeretén belül kifizette. A másik részét azt az képviselőtestület saját bevételeink terhére hozzátettük, illetve a harmadik lába pedig az volt, hogy a vállalkozók, magánemberek, sportbarátok, akik itt voltak bárhol az országban, azok felajánlásaikkal ezt támogatták. Ugye azt is tudni kell, hogy ugye bent maga az ingóság is megsemmisült, ami akkor itt volt. Valamennyi része, hál' Istennek, máshol volt téli tároláson, úgyhogy az megmenekült, de a nagy részét azt még pótolni kellett. Közösségeket kell építeni. Emelte ki beszédében a polgármester a megnyitón, melyen a klub elnök felidézte a régmúltat is. A vízi élet mindig is virágzott Dunaföldváron. Négy generáció emléke fűződik a vízi telephez. Az épület újjáépítésével ez a tradíció folytatódhat. A története 1930-as években kezdődik, amikor még téglagyár működött ezen a helyen. A gyár megszűnése után a cserkészek, kereskedők, iparosok egy kis magaslatot hoztak létre a téglatörmelékből, és erre építették már akkor összefogással a csónaktárolót. Gyönyörű helyen van, és maga a ház is. Nagyon szép lett, hát szebb lett, mint volt, de megmaradt ugyanolyan jelleggel és ugyanolyan beosztásba, tehát mindenünk meg lett. Szerencsére nagyon nagy támogatottságot élveztünk, nagyon akarta mindenki, és nagyon segített sokat. Hát szerencsére maradtak meg a mi kenuk, amik a tréleren voltak, és a támogatásokból tudtunk mentőmellényt, evezőt venni, kaptunk is evezőt más vizes egységektől, ők is támogattak bennünket. A régi állványunkat vissza tudtunk tenni, úgyhogy egy cég az egy kicsit helyrepofozta, és úgy segítettek még rajtunk, hogy volt, aki vett saját részére kenut meg kajakot, és akkor a sajátját tartja itt, amit használhat az egyesület meg a gyerekek. A szallag átvágás után birtokba vehették az új épületet, melyet az összefogásnak és támogatásoknak köszönhetően szépen berendeztek, valamint sporteszközöket vettek és kaptak is. Bár a vízi szezon véget ért, de tavasztól ismét megtöltik élettel az új Dunaparti csónakházat. Folytatódhatnak a népszerű vízicsibe táborok, a vízitúrák. Közösségi rendezvények szintere lehet újra a dunaföldvári vízitelep.